Úgyhogy nincs is más dolgunk, mint hogy induljunk. Mi van? Erős lesz azért. Na hát, sziasztok srácok, itt vagyunk Istvánnal. Sziasztok! Egy videóban csak esik az eső, úgyhogy sietünk. Ebben a videóban térképpel kell tájékozódnunk. A-ból B pontba fogunk elmenni. Mármint, hogy ebben a videóban én fogok vezetni, és Isti fog mondani nekem egy utcát. Így van. Hogy hova kéne mennem, és ennek segítségével kell eljutnom oda. Hát nem Fehérváron vagyunk, hanem éppen Diósdon. És valahogy Érdfele fogunk menni, annyit tudok. Úgyhogy ez van. Át fogom venni most az a vezetést egyébként. Be lesz kötve a szemet, tehát ne tudja, hogy honnan indulunk, nem innen fogunk az én, mert lehet, hogy már itt azért nézelődtél az ott, ami ott ide jövünk, igen, hogy nézelődtem. Milyen utcában vagyunk. És akkor ott ugye, amikor eljutunk a pontra, át fogja venni majd a Patrik, és akkor hát GPS tilos lesz használni, csak ebből kell menni. Érdekes lesz. Ez jó lesz, így kiteszem így a műszerfal. Na nyomjuk? Yes! Na, Patrik! Na, hát srácok. Tehát akkor, meg kéne kötnöm neked, mi? Várj, ezt szerintem én meg tudom, csak... Aha. Igyekszem úgy, hogy ne lássak ki, mondjuk szerintem. Ja, meg tudod kötni. Mindattól függetlenül, hogyha alul is kilátok, nem tudom, hogy hol vagyok. Ez azért lesz szar, mert a gék, ahogy hatnak rád, mint a hullámvasúton. Fú, basszus, amúgy tényleg, mert ugye úgy van... Úristen. Úgy van, hogy... Nem tudod, hogy hol vagy? Úgy van a cucc, hogy a szemednek, hogy az agyadnak kell egy ilyen visszajelzés, hogy ténylegesen mozogsz, és most így neked nincsen. Nincs. Úgyhogy nem megyek messze, és nem megyek semmiképpen se gyorsan, mit szólsz. Jézus. Szóval most azt történik, srácok, azért ténylegesen szétszedjem nektek, hogy miről van szó. Elmegyünk egy totál más utcába, és onnan kell majd Patinak eljutni. Érdre, tulajdonképpen egy általán választott utcába. Nem vagy rosszul? Nem. De hogy fogalmad sincs, hogy hol vagy. Igen. És nem tudod, hogy most lejtőmész, nem lejtőmész, nem tudod, mikor fogsz kanyarodni. Lehet, hogy... Elképesztő. Lehet, hogy rosszul leszek amúgy majd a dologtól. Jó az. Jó van akkor az. Legalább ilyen satófélkeket nyomok. Azaz. Nem, na, hát nyilván nem. Figyelj, megpróbálom neked minél inkább nyilván így eltűnni valahol. Baszki, gondolkodnom kellett. Ha, de hülye vagyok. Mi az? Mindegy, adok hogy egy tippet. Ne adjál semmit, ugyanazok az esélyekkel jussak, hogy induljunk el. Jó. Ne adj tippet. Ne hozd meg még egyelőre, majd a végén jó, esetleg. Okay. De lefoglalom, arra gondolsz, hogy számogatni a kanyarokat, vagy mi? Hát meg az, hogy merre fordul, azért azt érzed, hogy merre fordul. Na jó van, de nem nagyon voltunk még ezen a környéken. Bocsáss, mi Patrik. Hát én aztán tényleg nem voltam. Figyelj, én azon gondolkozok, hogy szerintem barom ügyesen visszajöttem, ugyanannan indultunk. Igen, egy az egybe, hallod? Hallod, ez zseni, hallod, mentünk egy hatalmas kört, és visszajöttem oda. Na ez azért erős, nem baj, várjál, most már tényleg mindjárt abba hagyjuk. Figyelj, rakok bele egy ilyen... Osztanak teged! Na Patrik, vedd le akkor a szemkötőt, és akkor... Jézus! Figyelj! Fogalmam nincs, hol vagyunk, azt megmondom. Várja, neked. Hadd mondjam azt el. A legdurvább az egészben, hogy tudod, milyen flash volt bennem? Hogy ilyen kis házak, mint az előbb. És itt hogy ilyen gazdag házak vannak, aha, mindenfele. És basszus, és négy emeletesek, hallod? Hú, én amúgy félek, lehet, hogy lesz ennyi pánikrohamom. Oké, és akkor most ki se találhatom, hogy hol vagyunk. Nem, tehát most neked megnézem azt, hogy hova megyünk. Köszönöm. Most az szépen fog történni, hogy az még nem történt még meg. Ugye most Diósdon vagyunk, azt azért hát, elmondhatjuk, azt itt maradtunk. És Érdre kell neked átmenni majd. De ekkora egy szemétség! Figyelj, menj el a... Boróka utcába. Boróka utca. Parancsolj, én Boróka utca, tiéd a terep. Na hát első körben is, ugyanis vannak itt különbségek. Kicsit magamat be kéne helyeznem a rendes pozícióba. Hát a koplungot nem nagyon érem még. Figyelj, az idő az megy, már 2 perce. Igen. Tehát, hogy ilyen... Hűha, nincs nagyon ez a pofámba? Sietni próbálok. Figyelj, én itt nem leszek a haverod, azt most mondom előre. Tehát, jó, hogy ezzel megyek fel. Persze. Basszus, nem volt lent teljesen. Nem. Az kemény. Első körben is én arra gondoltam, Bartók utcában vagyunk, az előbb megnéztem, már amennyire láttam. Tényleg? Hogy Diósd, Bartók utcát kéne keresnem, ez ugye Érd. Szégyezzük meg, 43. oldalon van Érd, ez Vecsés,
és közötte volt diós. Használtál már valaha térképet egyébként? Nem. Jó. Nem. Azt annyit segítek, hogy a végén van ilyen betűrendben összeszedve az utcák, aha, meg a települések is, de igazából azt csinálsz. Szerintem teljesen mindegy, nekem egy diósdot kell keresnem, és akkor majd nagyjából tudom, hogy merre. Ferihegy repülőtér, nem nagyon. Nem nagyon van. Arról van szó. Diósd, hoppá van. Hoppá. Na, elméleti szinten a Bartók utcában vagyunk, ami... Hűha, nem tudom, Balatoni útról jöttünk valahogy. Valahogy itt kell, Bartók Béla út. Hoppá van? Remélem, hogy ez az. Na, elvileg, hogyha itt vagyunk, akkor itt nekem ki kell fordulnom. Igen, itt vannak ilyen kis házacskák, ilyen alakban, ahogy itt mutatja. Akkor nekem itt kell kifordulnom balra. Ez lesz az első, amit megteszünk, utána pedig a hetesen szépen elkezdünk menni Érdfele, és Érden megállunk valahol, hogy továbbra nézzük, hogy merre kell menni. Jó a touch-tics? Hibátlan, hibátlan. Hogyha merre indulsz amúgy, az a kérdés. Egy szigorú balost. Jézus! Beadok. De fura. Jézus, ha várjál, ezek srácok, ha beszálltok egy autóba, ami nem a tietek, azon hirtelen gyorsan első körben is. Aha! Kösz, hogy ide álltál, nem nagyon tudok kiállni. Na várjál, basszus, hát ilyenkor nem nagyon tudom megnézni a térképet. Hát ez az, hogy mindig meg kell majd állni. Igen, ez az egész, mindig meg kell majd állni. Hűha! Na várjál. Székesfehérvár. Akkor nekem arra kell mennem, mert ott van kint egy tábla, hogy Székesfehérvár, Budapest. Smart! Hallod? Azért a nehezén túl vagyok. Igen. Figyelj, én annyit segítek neked, hogy 3,7 kilométerre van, jó? Köszönöm szépen. Ez volt a segítségem. Na, tehát az volt a taktik. Az volt a touch-tics. Ugye a körforgalom sokat elárul. Uh-huh. Mert ha a körforgalom itt van, baj nem lehet. Ugyanis tudjuk, hogy ez már a hetes főút lesz itt. Ott egy pizzéria. Na, tehát Székesfehérvár felé menetelünk a hetesen. Remélem, hogy jó fele. De igen, hát erre van Érd. Hát erre van Érd, ne röhögjé. Nem röhögök. Ott a tábla, mutatnám srácok, Érd felé tartunk hevesen. Mi volt? Boróka utcát kell keresni. Kedvesen. Úgyhogy most az lesz a touch-tics, hogy valahol megállunk Érdnél, már ahol ott majd valahol meg lehet állni, és akkor elővesszük újra a térképet, és akkor megnézzük, hogy melyik utcában vagyunk pontosan, és onnan megkeressük a Boróka utcát. Ami szerintem nem lesz túl könnyű. Ezeket a körforgalmakat én ismerem egyébként. Igen, neked amúgy ez egy tök jó dolog, mert te általában erre jársz haza, ugye Pestről, hogyha éppen nem az M7-es ezzel. Régen volt az. Igen, igen. Ebben az évben már végig az M7-esen jártam, de... Azért, mert nekem amúgy fejből azt sincs meg, hogy Diósd vagy Érd van előbb hozzám közelebb, de most már tudom, hogy Diósd. De most már tudom, hogy érzünk. Most. Egyelőre nagyon jól mész, az a helyzet. Tehát, hogy azért nagyjából támpontokat fogok adni neked, jó? Tehát, hogy azért hogy nagyjából jól követed el, meg a röhögésemből fogod tudni, ha nem. Hát az előbb röhögtél, baszki. Hát az csak ilyen félterelő volt. Arrohadt életbe, Érdliget. Vagy Székesfehérvár. Érdliget ki volt írva balra. Na most ez egy jó kérdés. Na most, igen. Jaj, srácok, szerintem az kéne. Ti látjátok, hogy mi van. Úgyhogy... Az kéne, hogy álljak meg már valahol. Nem jössz, nem jössz, jó? Diósd, Liget, baszket, itt mindenből van Liget is. Érden vagyunk. Jelenteném, Érden vagyunk. Igen. Most azt pont nem látszódott, de igen. Szer... Na hát a GPS az újra tervezett. Na, tehát azt, hogy mellékesen. Hoppá. A rohadt életbe. Ez mondjuk egy jó támpont volt, mert tudom ebből, hogy valamit elcsesztem. Igen, menjetek. De nem tudod, hogy merre, tehát hogy ez így azért erős. Egyest kéne adni? Nem nagyon ne, elégett kettesből is megy az, azért ne nézd ennyire le, köszönöm. Nem, hát én ilyenkor direkt egyest adok, hogy kis gázzal elinduljak, na mindegy. Szóval, megállok valahol, mondjuk ez nyilván nem Székesfehérvár, tehát megint az a megállok valahol, az olyan... Majd jó az neked, majd rájössz, hogy nem nagyon tudsz úgy valahol megállni. Úgyhogy ide befordulunk valahova, ahol vannak kint táblák, hogy legalább azt lássam, hogy milyen utcában állok meg. Ugye? Ó, a rohadt életben, hát itt meg lehetett volna állni. Na majd itt a következőnél. Nyilván kiválasztom a legrosszabbat. Behajtani be lehet. Oké, köszönöm. Hölgyeményem. Nem nagyon akarsz átmenni, de hát szeretnék. De át akar menni, jó napot kívánok. Ő meg most telibe azt hiszi, hogy őt kamerázzuk, ami
Egyébként nem nagy. Ez a Fürzse utca, ez egy segítség volt neked. Ó, köszönöm szépen. Nem kellett Isten. Volna, de én ilyen jó fejgyerek vagyok. Ó, hát ide nem. Félre tudsz állni simán. Hát azért nem szeretném. Figyelj azért, na, hát ez nem egy BMW sportfutóművekkel elbírja az. Ide nézzük, figyelj, ide. Ó, de jó kis pálya van itt, hallod? Előcsapjuk a térképet, és kipróbáljuk találni, hogy hol a rákba vagyunk. Ugye, átjöttünk sokféle fajta, a rohadt életben, itt nincs a hetes. Hallod? Ahonnan indultunk, az itt van a Bartók Béla út, valahova ide kijöttünk, és végig vergődtünk. Na most itt vagyok szarban, mert hogy itt ennek vége, és nem nagyon erre jöttünk, szerintem. Úgyhogy meg kéne keresni az Érdliget. Hoppá, itt eljöttünk mellette, tehát itt tovább jöttünk még. Mit mondtál, milyen utcában voltunk? Fürdő utca. Fürdő utca. Én nagyon sokat segítek neked, úgyhogy elvárom majd a viszonzást egyébként. Nem nagyon kapsz te viszonzást. Figyelj, az a baj, hogy én azt nem találom, hogy Érd. Hoppá, megvan. Ott volt Érd. Az, ott van az. Azt még egyszer megmondom neked, egyébként segítsenek, hogy tényleg hátul, igen, igen. Valóban. Most ezzel az a gond, hogy az. Nem, ő sorba aha. Raktam. Aha, jó. Figyelj, annó az emberek ezzel szoptak, gondolj bele, Balatonra lemenni, stb. Hát azért, na. Na várjál, az a baj. Rögé. Korona, kutyavár, fürdő! Hoppá! Meg van a fürdő utca! Gáret, azaz. Igen, fürdő. Igen. Na figyelj, mi valahol itt vagyunk. Azért kemény, hogy így izéből, csak idámutatásból. Mi valahol itt vagyunk, jól tájékozódom egyébként, mit keresünk? Boróka utca, tehát hogy úgy kell azért ezt nézni, hogy itt vagyunk valahol. Na most, ha jövünk tovább, biztos, hogy az István innen nézte valahonnan a Boróka utcát. Úgyhogy remélem a legszopatósabb helyen van ez a Boróka. Mária utca, Betlen. Nincs olyan jó szemed, tehát biztos kicsit nagyobba volt írva, vagy Boróka, de mégse olyan nagyon nagyba. Úgyhogy Vince, Boldizsár, Botond, Bernát, Béla, Bálint, Baján, Badacsonyi, Bogyó, Bokor, Borbogya, Borbolya, Boróka! Ott van! Nem kell nekem a kis okos baszki. Nem kell! És mondtam egyébként. Na, aki ne jutod, akkor tehát gyakorlatilag innen, ugye, valahonnan oda. Figyelj Isten! Egy, hogy rohagy meg. Figyelj, számold össze, hogy hány utca van. Igen. És akkor úgy. Mit figyelj gondolsz? Csak! De hogy megmondtam, hogy nem olyan picibe van írva, mert ezt te biztos nem látod annyira? Hát meg nem, mert nem akartam annyira szemét lenni. Persze. Inkább. Figyelj, szemüveget felvettem, készültem a mai napra. Na, figyeljetek! A touch teach az lesz, hogy itt megyünk tovább, itt egy kicsit párása. Egy picit ilyen Titanic jelleg. Szóval megyünk tovább itt ezen az úton, uh-huh. Ahol jöttünk, és itt a Baján úton felmegyünk a Riminyáki úton. Azt a mindenit! Egészen kérlek szépen benneteket az Áfonya utcáig. Úgyhogy Áfonya vagy Alsó Erdő sor, ezek uh-huh. lesznek az utcák, úgyhogy nincs is más dolgunk, mint hogy induljunk. Mi van? Erős lesz azért. Annyira jó megcsináltad, annyira megtaláltad, anélkül, kisokos nélkül, meg stb. Nélkül. Fullos. Így rámutatod, megtalálta, hát így nem hiszem el. Én az a baj, ezt a kisokost én nem tudom használni. Nekem sokkal jobban megy ez amikor meg aha. kell inkább keresni, inkább szopok vele. Egyébként 11 óra 40 van, azt tegyük hozzá, szóval 18 percen nyomod. 18 percen. Na, hát akkor ezt én lekapcsolom. Ezt csak így nagyjából mondjuk, tehát hogy csak így nagyjából hozzávetőlegesen, hogy tudjátok dönteni majd a végén könnyebben. Hogy ki volt a gyorsabb relatíve, meg a jobban, az összeszedettebb. Baján utat keresünk. Mármint, hogy Érden keresünk egy Baján utat, is jó, nem Baján egy Érd utat. Come on! Ez ilyen bézés egy picit. Ez nagyon, igen, a Playitász kicsit ráment a... Igen, és akkor itt lesz valahol, hallod, ezt így fogták, vagy csak mindig nem, volt mert egy mondom, mitfárer? A mama volt a jobb egyben, és ő mondta. Szerintem meg amúgy az lesz az igazi taktik. Én nem akarok segíteni, nem mondok semmit. Oké. Okay. Szóval egy Baján utat keresünk, ami talán valahol itt is kell majd lennie most már. Azt mondja, tegyük hozzá, hogy 2003-as az a térkép. Jó? Ezt csak így mellékesen meg így közlöm, tehát hogy tud. Hogy lehet, hogy nem az a neve annak, de valószínűleg az ugyanaz neve az utcának. De nem, mert látom, hogy nagyjából hogy néz ki. Megy egy főút, és megy egy ilyen... Opa! Mi nem ez az? Micsoda? Nem ez az? Hát én elmegyek. Jó, menjél. Erre. Maximum nem ez lett. Híha. Diósdi út. Hát ez nem nagyon az volt.
Diósdi úton vagyunk. Figyelj, annyit segítek, hogy jól jössz nagyon. Igen. igen, az le a kalappal. Némi nem is segítséget azért adok, de ennél többet már nem. Azonban sose bírom ki ezekbe a játékokban, amiket kitalálunk, hogy én itt. Én annyira is sajnállak. Ne sajnálj, én sem fogok sokat segíteni. Ha ott majd tudom, aztán... Te szenya vagy. Na várjál, mert szerintem lehet, hogy sokat jövünk ám. Ugye elő kéne csapni. Jó. Hát ugye csak... Ez úgy erős azért. Riminyaki úton kéne lennünk, nem nagyon ott vagyunk. Riminyaki úton? Az a neve, baszki. Na azt ez most mi? Hát ennek egyenes... Oho! Ennek egyenes útnak kéne lennie, baszki. Megnézzük, hogy hol vagyunk, mert szerintem itt, ha én tovább megyek, gondba leszek. Aha. És ez jó, figyelj. Ritmikailag sem volt rossz. Figyelj, én nem segítek többet, de annyira üvöltöznék már itt amúgy dolgokat. Hűha, hát egy szigorú jobbost vetettünk. Nézd meg, milyen út az ott balra. Riminyaki! Nagyon jó, parkoló, övezet, meg is állunk. Jó, úton vagyunk. Yes. Szerintem most vagyunk... Hát, hogy hol, az egy nagyon jó kérdés. Az a lényeg, hogy ilyen almafa, akácfa, ilyen utakat kell nekem jobb oldalon keresnem. Áfonya, kadarka, tehát minden hülye nevű utcát, ezt nekem most kell keresnem. Ért Ferenc utca. Hát ilyet pont nem láttam a térképen. Most azért csak nem veszem elő, hogy azt megnézzem. Almafa, akácfa, pöcsöm tudja, ilyen utakat kell keresnem. Azt mondja, hogy Gellért utca. Jó napot kívánok! Újra egy szigorú félreállás. Egyébként ezt akartam mondani, hogy ez lesz a legjobb megoldás egyébként, hogy szigorúan kirakta egyébként. Szóval nagyon szabályszerű megyünk. De azért mutassuk meg, nem az út közepén álltam. Nem, meg. Egyáltalán nem, tehát itt egy parkolóban lényegében. Hát ha majd ide jönnek kérdezni, mondom, hogy nézem a térképet, hogy merre kell menni. Gellért utca, remélem már nem itt van. Ugye nekünk valahol itt kell felmenni, úgyhogy innen nézzük. Bernát, Béla, Gellért... Hát ez hol lesz a Gellért utca? Bulcsú. Amíg a Riminyaki úton vagyunk, addig gond nem lehet, mert amint meglátjuk a Bajcsi Zsilinszkit, ott vagyunk szarba. Úgyhogy még megyünk tovább, és be fogok fordulni egy utcába, srácok, hogy tudjam, hogy mi a jó Isten veri. Igen. Mert így lövésem sincsen. Úgyhogy az első kézenfekvő utca, ami itt van, ide szigorúan befordulunk. Ott volt Bolond utca. Mi van? Ne röhögj! Nem. Nem egyszerű. Botondi utca. Nem nagyon van itt Botondi utca. Wow. Halkan tenném hozzá. Lehet, hogy tovább jött. Nem, Botond! Megvan! Megvan az. Itt vagyunk. Itt vagyunk, srácok, már ennyit jöttünk, még mehetünk bőven felfele az alsó Erdősori utcáig, de legalább tudjuk, hogy lyukon vagyunk. Indulás! Újra a főúton, igaz, Patrick? Igen. Újra a főúton vagyunk, és akkor most már tudjuk, hogy viszonylag sokáig mehetünk. Mindjárt rá is nézek, lehet lesz itt egy piros lámpa. Ott rá tudok nézni, hogy még mennyit kell menni. Na most ezzel az infóval, amit te mondtál nekem, hogy ez a térkép az 2003-as, ezzel nem nagyon nyugtattál meg. A GPS szerint, fia, segítség, 3 percre vagyunk. Ezt én csak úgy mondom. Sokat nem segítek vele, illetve 1,6 kilométer. Most hagytuk el azt a törést. Szerintem azt nemrég hagytuk el. Aha. Ez véletlen volt. Bocsánat. Amúgy általában sosem szokott működni a duda, csak amikor így neked kell, nem kéne. Ez nem tudom miért. Most szerencsétlen, az előbb köszöntem meg, hogy kiengedtem. Tök mindegy, jó az. Szóval kell várom egy törést, ahogy majd úgy megy az út. Én tök jó, mert fejbe össze tudom magamba tenni. Igen, ebből ügyes vagy amúgy, mert én tájékozásom az rakásszar egyébként. Kíváncsi leszek. Én is nagyon durvám. Mivel most egyenesen megyünk, biztonságosan meg tudjuk nézni a térképet. Tudom, itt van a Vincellér út, jelezném. Úgyhogy még néhány utca, srácok, és mehetünk így felfele. Aha. Basszus, és hogyha valaki egyedül ment, az hogy nézte meg a térképet? Hát félreállt sokat. Hát de nem mondd majd, hogy mindig félreállt a főúton, érted? Persze. Hát muszáj volt oda emelnie maga elé. Igen. Csak hát ezt fokozott figyelemmel kell ezt végezni. Csak egyenesbe, és csak akkor, hogyha
busszal így van, mész így kb. Így van. Figyelj, segítség, 4 percre vagyunk. Köszönöm, az előbb 3 percet mondtál. Ez a segítség. Aha. Tehát? Szerintem elcseszt. Úgyhogy egy szigorú. Jobbra? Jó. Nehogy már most még engem megkéri, alsó erdősor. És így érted, így kérdőve, jobbra? Jó. Fé, te vezet? Barackfa utca. Aha. Ő már félrecsapja. Van az a pont, amikor az emberek már tökéletlen. Igen. Jelezném, az előbb azt mondtam Barackfa utca. Igen. Mutatnám, hogy a Borbolya utcán, ha lemegyünk, akkor ott lesz a boróka, látod? Aha. Tehát nem csesztük annyira el. Annyira nem. Jó, akkor Borbolya utca, utána meg Boróka utca. Na. Na, srácok, Jukon vagyunk. Néhány utcára vagyunk a Borbolya utcától, jó napot kutya. És akkor utána pedig Borbolya, és utána, mi volt? Bogyó utca. Igen. De jó, hogy ilyen életszerűtlen neveket adtak neki, és hát, ezt megjegyzed. Figyelj, itt ilyenek vannak még, hogy Ribiszke. Bokor utca. Persze, ez ilyen természetismeret, vagy nem is tudom, hogy mondjam, milyen. Bokor utca, Borbolyát Bokor. Keresünk. Igen. És akkor utána... Borbolya! Balra fordulás lesz, és egy jobbra, és ott vagyunk. Ne röhögjél, hallod? Nem röhögök. Húha! Jújúj! Na, milyen jó, nem a te autóddal jöttünk, igaz? Árnyas utca. Árnyas utcát nem nagyon láttam. A helyzet az az. De hogy előcsapja már? Van egy külön térképtok? De! Árnyas? Jaj. Ott az árnyas utca, aha. Abba vagyunk most, itt lefordulni, és ott a boróka. Yes. Nem is vagyok én olyan hülye. Figyelj, én el vagyok képedve amúgy, tök jól jössz, tényleg jól jössz. Nekem a tájékozódási képességemben nincsen baj, mert én sokat vonatoztam, metróztam régen. Igen. És tudod, semmit nem tudtam Pestről például, és mindent egyedül kellett, úgyhogy... Igen. Oké, erre-arra, és meg kellett tanulnom. Így van. Úgyhogy most, ha minden igaz, és sehonnan senki nem jön, akkor érkezünk a Boróka utcába, a Boróka utcának pedig ezen az oldalon kell itt lennie, és szerintem ez a földes szutyok lesz. Szerintem ez lesz, úgyhogy annyira be se fogunk hajtani, nem akarok már oda is bemenni. De, srácok, mi van odaírva? Mi van oda ráírva? Boróka! Boróka, madafaka! Ez egy pacsi, ez mindenképpen, ez szép volt, Patrick. Hú, rohadt, 11 óra 56-kor értél ide, az a lényeg. És egyébként egy 10 perces út. 6, de 10 volt, 10 volt, valahogy úgy 10 volt. 10 perces út, és én ezt megcsináltam gyakorlatilag. Mennyi? 22-kor kezdted el, nem? Az egy olyan 35 perc. Megcsináltam egy 35. jó 35 percet. Jó az nekem. Na, hát srácok! Jaj, ennyit könnyít a GPS, srácok! Egyébként aki vezet, az mindenképpen próbálja ki, ez nagyon fun amúgy szerintem. Ez brutális. Van egy ilyen szabad egy órád, akkor nagyon poén. Brutális. Hogy érezted magad? Hát fura volt az egész, de tényleg én úgy látszik, hogy ehhez van egy kis izém, hogy el tudom képzelni az utakat, hogy így igen, melyik, igen. Hogy megy. Jól nyomtad, illetve egyébként azt akartam neked mondani tanácsnak, hogy sűrűbben nyugodtan állj meg. És egy ponton elkezdtél sűrűbben megállni. Tehát onnantól kezdve kezdted, mert volt egy pont, amikor elindultál, és akkor csak csapattad. Én félek, hogy én meg túl sűrűn fogok megállni. Jó, hát mert közben nézni nagyon nehéz egyébként, de nyilván vezetés közben nem nézünk térképet, mert nem igen, szabad. Tehát, igen. Meg ami tényleg elvonja a figyelmet. Nagyon ügyes voltál, figyelj, 35 perc körül, de a nézők is tudják számolni. Ilyet egy értékel, és mindenképpen csapincsatok rá erre az egészre, hogy szerintetek ez milyen volt Patriktól, milyen teljesítmény volt. Szerintem nagyon faszán nyomtad. Na, hát ennyi volt így nagyjából a cuccos. István, élvezted? Nagyon jó volt egyébként, baromira. István videóját megtaláljátok itt kártyán, vagy itt a leírásban. Plug! Úgyhogy döntsétek el, hogy szerintetek melyünk volt leleményesebb, ügyesebb, okosabb. A gyorsaság az mondjuk egyértelmű, mert elvileg kemény 2 perccel. Nem nagyjából. Mondom ezt, mert ez még nem is... Nagyjából. Nem lövöm le inkább, igen, jó? Igen, nagyjából néhány perccel jobban sikerült az Istvánnak, de nézzétek meg az ő videóját is, és így utána van. Írjátok le a véleményeteket. Igen, tehát a tempó az nagyjából ugyanannyi. De inkább jó volt, a leleményesség. Jó, érdekes volt visszakerülni a kicsit kőkor jellegbe. Igen. Elképesztő. Visszakerülni, mintha annyira ott lettünk volna, hogy... Hát ott voltunk gyerekként, igen, én ott voltam abszolút. Gyerekként, vezetés nem volt még úgy, hogy 20 év olyan kőkorszak volt itt. Na, srácok, hogyha tetszett, nyomassatok egy lájkot, köszönjük szépen, hogy itt voltatok.
megfagyunk. Köszönöm István, hogy itt voltál. Hát én köszönöm szépen, hogy lehetőségem volt szerepelni egy Anfield videóban. Nagyon jó volt. Jó, tudjátok. Szevasztok. Hello!